Körülbelül egy éve kezdtünk el foglalkozni román bankokkal, román bankrészvényekkel, és akkor ennek kapcsán megnéztük a román gazdaságot, és azt vettük észre, hogy igazából a gazdaság jó állapotban van, van egy jelentős gazdasági növekedés, ez kapcsolódik egy alacsony államháztartási hiány, egy nagyon pici államadósság, körülbelül a magyar államadósságnak a fele a román államadósság, a GDP-hez viszonyítva. Tehát összességében úgy látjuk, hogy a gazdaság jó állapotban van, és akkor megnéztük a vállalatokat, elsősorban a bankokat, tehát láttuk, hogy a bankok relatíve alacsony árazottságon forognak, és a növekedési kilátásaik azok pedig átlagon felüliek, nagyon jók. Ez körülbelül úgy lehet számszerűsíteni, hogy a lakossági hiteleknek a GDP-hez viszonyított aránya az kb. 30%, ez Magyarországon 45%, Lengyelországban 50% fölött. Ti mondjuk Nyugat-Európában már 100%-ot közelíti, tehát nagyjából azt lehet elmondani, hogy óriási potenciál van a hitelezés bővítése területén, de gyakorlatilag a hitelpenetráció az rendkívül alacsony, hát innen még háromszorosára is nőhet az, hogy eléri a nyugati szintet, de hogy mondjuk a magyar szintet eléri, az is több mint 50%-os növekedést jelent. Tehát alapvetően kiderült, hogy van egy nagy jelentős növekedési potenciál, és a tavalyi évben ezeket a bankokat rendbe tették, tehát ki lettek pucolva a mérlegek, csináltak egy átfogó vizsgálatot, alapvetően rendbe tették a bankokat. Román tőzsdén egyébként két bank van, ami érdekes lehet, az egyik a TLV, ez a bank a Transzilvánia, ez lényegében egy független bank, tehát nincs fő tulajdonosa, egyetlen nagy tulajdonosa van az EBRD, ez inkább pozitívumnak tekinthető, neki 15%-os részesedésük van. Ez az egyik legjobb bank, a legnagyobb forgalma a Bukarest értéktőzsdén, másik pedig a BRD, ami a Szocsi ennek a helyi bankja, ezt a két bankot kezdtük először nézni. És egyébként az elmúlt egy évben ezek kifejezetten jól teljesítettek, tehát 30-40%-os rallin van túl mindkét bank, de azért mégis látunk benne potenciált. Tehát a bankokkal kezdtük, de igazából az a kérdés, hogy mi volt az a pont, amikor úgy döntöttünk, hogy már pedig mi tagjai leszünk a bukaresti értéktőzsdének, az valójában nem bankokhoz köthető, hanem az Elektrika IPO-jához, az Elektrika nevezetű közmű áramszolgáltatónak a tőzsdére hozatalához, ami tavaly júniusban történt. Ez egy nagyon sikeres IPO volt, és mi nekünk is sikerült részt venni benne. Készítettünk egy kis elemzést, itt az elemzőcsapat csinált egy kis elemzést, és megkérdettük az ügyfeleknek. És hát majdnem milliárd forint feletti érdeklődés volt, ez csak a lakossági ügyfélbázisban az Elektrika IPO iránt, és szerencsére tudtunk is, részt is tudtunk venni, és az ügyfelek tudtak is venni ebből a tőzsdei kibocsátásból. Két hónap alatt 20%-ot emelkedett a részvény, tehát volt egy sikersztori, ami megerősített bennünket az, hogy egyrészt ügyfelek érdeklődnek ez iránt, a sztori iránt, és van is egy pozitív tapasztalat, hogy bementünk, jegyeztünk, az ügyfelek kerestek, mi is jól jártunk, tehát igazából ez volt talán az egyik ilyen fordulópont, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor ide menjünk, mert itt lesznek még tőzsdei kibocsátások, ez a tőkepiac fejlődik, ide lehet érdemes nagyobb erőforrást allokálni. Picit növekedett a forgalma, de még így is jó a harmad, a negyede a budapesti értéktőzsde forgalmának, tehát ez jelentős lemaradás van. Amikor kint jártunk, akkor nagyjából, majdnem a jegybanktól a szabályozón keresztül át a tőzsde összes szereplői, mindenki azt mondta, hogy a likviditás az, amit nagyon szeretnének növelni, fejleszteni. Ugye a fő céljuk az, hogy bekerüljenek az MSCI Emerging Market Indexbe, és ehhez mindenképpen kell a forgalmat, a likviditást növelni, mert ez egyetlen kritérium, aminek lényegében nem felelnek meg. És ennek érdekében, hát ugye a politikával is van egy erős összefogás, tehát a kormány is célul tűzte ki azt, hogy a tőkepiacot fejleszti, és egyre több állami vállalatot a tőzsdére hoznak. És ez javíthatja nyilvánvalóan ennek a piacnak a likviditását. Ugye két IPO van, ami jöhet az elkövetkező időszakban. Az egyik a Hidroelektrika IPO-ja, amit a régóta ígérgetnek, hát vagy idén év végén, vagy jövő év elején jöhet. Ez egy vízerőmű, pontosabban nem egy, hanem 2000 darab kis vízerőmű. Nagyon érdekes, egyébként Romániában körülbelül az energia termelésnek a harmadát ezt vízenergiával állítják elő. Tehát egy ilyen jelentős cég az a Hidroelektrika, és mondjuk a másik pedig a konstancai kikötőnek a tőzsdére hozatal, amit még rövid távon terveznek. Szóval próbálják a likviditást javítani azzal, hogy hoznak vállalatokat a tőzsdére. Szerencsére ugye a mai világban már nagyon egyszerű, tehát nem kell, hogy kint operációnk vagy irodánk legyen, gyakorlatilag Budapesti irodából el tudjuk látni ezt a feladatot az IT, vagy hát az elektronikus vonalakon is, milyen egyebeken keresztül ez
külföldi partnereken, leszámolházakon keresztül ez nagyon könnyen megoldható, tehát nincs kint operációnk, de hogyha valaki bejön ide és szeretne román részét vásárolni, azt meg tudjuk neki tenni már most is.